Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT Danis termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintű megéri bekövetni. Szeretnél király és hasznos PGT Danis termékeket venni, akkor a leírás legfelsőjába kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatás. Ha nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy videómról se, akkor mindenféleképpen érdemes bekövetni az összes csatornámon, a képernyőn látjátok az összes csatornámat, de amúgy a leírásban is ott van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt megteszi. Náló mindenki, sziasztok, Sáckén Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, sziasztok, már kéne egy új beköszönés. Nem tudom, hogy szeretiteket, de amúgy egy olyan két havonta mindig váltam így a beköszönéseket, lassan most már kéne valami jó, írjátok le a kommentből, hogy ti mit gondoltok, és még mielőtt belevágnak bármibe, ugye itt tart velünk szokásosan Kiszi a kis, és még ami nagyon-nagyon fontos, van egy TikTokom, ahol mindig előre láthatjátok, hogy milyen videók lesznek másnap. Szóval, hogyha akartok mindig értesülni arról, hogy milyen videóim lesznek a következő nap, akkor kövessétek be, ez a TikTok nevem, ezt ide felírom, és mindig itt lesz. Nagyon jó, Wolf, kövess be, így van, kövess be, kis is azt mondja, kis, te bekövetted? Jó, hogy bekövetted. Na, na, szóval, akkor vegyük is bele a dolgba, vegyük ki a cuccainkat, meg ilyeneket. Nem sok nyilam van amúgy, tehát, hogy... Ja, na mindegy, woof. Na, igen, szóval adok kis minyár kaját, várjál. Tehát nem sok nyilam van, 4 darab keményen, na mindegy. Adok kisnek kaját, meg ilyenek, és akkor nézzük meg szokásan, hogy jött-e valami dolog. Jött egy dolog, oké. Kaptunk valamit. Na, kíváncsi vagyok, hogy vajon ez a dolog izgalmas lesz-e, vagy nem. Ha nem lesz izgalmas, akkor kis megeheted. Na. Szia Dani, láttuk a videóidat a YouTube-on, azokat is, amiben főzöl. Szeretnénk meghívni önt egy... főző műsorba, ha érdekel, keresd a nagy házat a falu szélén. Üdvözlettel MCTV. Wow! Oké, okay, mondjuk az amúgy érdekes, hogy az elején láttuk a videóidat, tehát így mondani, tegeznek, vagy nem tudom, aztán hirtelen önöznek. Na mindegy! Jól van, oké, okay, kis ez izgalmas levél, szóval nem elted meg, sajnálom. Na! Szóval, kell keresni egy nagy házat. Hát nem azért mondom, de szerintem megvan. Woof, nem érdekes, de... Na gyere! Gyere szépen, kis, hol vagy? Itt vagy. Na! Jó, oké! Aj, kis már megint nyuszít. Nyugi, kis, na! Szóval, ez lenne az? Ez lenne a nagy ház, hol van a bejárata? Hol van a bejárata? Na váltok, megkeresek a bejáratot, ott lesz azon a szélén, vagy nincs is bejárata? Itt a bejárata, jó! Na, térjünk be! Hello, jó napot! Oh, hello, szia, jó napot, üdv! Jöttem a tévéműsorra, vagy nem tudom mire, meghívtak engem egy ilyen műsorba, vagy mi, ahol elvileg nem tudom, ilyen főzős dolog, vagy nem tudom. Örülünk, hogy eljött. Én is örülök, hogy meghívtak, még minden. Tök király, izgatott vagyok, ahogy látom, eléggé király. Mennyire jól néz ki már ez a stúdió. Lenne egy pár dolog. Mi lenne az a pár dolog? Persze. A felvétel előtt, aha. Hát nyugodtan mondják, nem tudom. Adott nekem papírt. Köszönöm, mennyi papír. És ez így mi? Ez így, értem, ez így egy csomó papír és így ennyi. Ezeket írja alá, kérem. Parancsoljon. Aláírtam, azt hiszem. Gondolom, nem tudom. Mindegy. Oké, okay, na. De annyira nagyon jól néz ki. Van egy külön ilyen szerkesztőjük, van egy külön operatőr, ő gondolom a rendező. Vannak külön megvilágítások, normális kamera, minden, és itt kell bennülnem, és itt kell főznem. Ez nagyon jó. Nagyon tetszik. Oké, okay, mivel kell dolgoznom? Tehát mit kell főznem, vagy nem tudom. Tehát, hogy milyen ízék vannak a ládákban. Az első részben marhahús kell krumplival. Aha. Oké, okay, nyers marhahús és burgonya. Jó, itt meg van hal, kenyér, meg ilyenek. Oké, okay, jó, oké, okay, készen állok szerintem. Készen állok. Hozzávalókat megtalálod a ládákban. Megvan. És akkor... 3... Jaj, nagyon izgatom, tök jó! 2, 1... És... Felvétel. Jó napot kívánok, kedves emberek. Jó napot mindenkinek. Én Dani vagyok, és ez itt egy újabb főzőműsor, vagyis igazából a legelső részünk. Üdvözlök mindenkit most ebben az adásban, kicsit több kedvel.
Most ebben az adásban nem más lesz, mint marhausunk csinálni burgonyával, így is van. Na, vegyük is ki a marhaust, meg a burgonyát, tegyük is be a sütőbe, és szépen szénnel égessük ki, mert az megadja magát az aromát, azt hiszem. Na, ne hadarj! Szóval az igen megadja, nem is hadarok. Na, szóval igen, az megadja az aromát, meg minden. Na, kész is van a steakünk, és kész is van a burgonyánk. Meg is van, és már fogyasztható. És mint látjuk, gyönyörűen passzolnak egymás mellett, azt hiszem. Ja, ennyi. Remélem, hogy tetszett, meg ízlik, meg minden. Köszönöm. Ennyi, azt hiszem. Jó volt? Szóhasználat. Mi van a szóhasználattal? Mi a baj? Szerintem tök jó lett. Értelmetlen. Mi az, hogy értelmetlen? Szerintem tök jó lett. Na jó. Hát oké, akkor ezeket elrakjuk. Többször elmondod ugyanazt. Nem is mondom el többször ugyanazt. Isten, hát majd kivágják, erre van a szerkesztő, nem? Vagy nem tudom. Vagy valami. De szerintem, jó, mindegy, akkor előről, vagy mi legyen? Kedves rendező úr, vagy nem tudom. Amúgy nem tudom, miért van boxerben? Vagy nem tudom, vagyis ja. Malachús krumplival. Oké, legyen az. Oké, de nincs is malachús. Nincs is malachús. Hogy csinálják malachúsat krumplival? Nincsen malachús, rendező úr. Itt csak marhahús van, meg csirkehús. Igazából nincsen malacús, szóval, ja, ezt buktuk. Akkor hal, old már. Jó, oldjam meg, persze. Jó, oké, akkor szóljanok, hogyha kezdődik. Én készen a 3-2-1, jó. Nagyszerű. És felvétel. Jó napot kívánok, kedves nézők! Itt még a következő részben! Jó napot, jó napot! Nos, menjünk is akkor bele a következő ételbe, amit el fogunk készíteni. Ami nem más lesz, mint hal. Krumplival, hogyha jól tudom. Így is van. Na! Vagyis is akkor belekivesszük a halat és a burgonyát. És tegyük is bele... Eltűnt a... Hova tűnt a szén? Hova tűnt a szén? Hova tűnt... Rendező úr! Itt valami nagyon nagy probléma történt. Bocsi, kell egy picit. Mi az, hogy kell egy picit? Aj, ne már! Mit csinál a szénnel? Mit csinál a szénnel? Miért ütegeti a szénnel a falat? Jézusom. De... És még én vagyok a izé... na jó. Oké, folytassuk! Csak kérem, menjen már, megy tovább. Szóval akkor a halat tegyük bele a... de rendező úr? Most mit csinál? Most mi van? Mi van? Hát filmet, most vesszük fel a darabot, vagy mi a főzőműsort? Mi jön bele a képbe? Főleg a boxerjával. Nem azért mondom, de... enyém a show, hagyjál már. De... oké, jó. Szóval akkor a halat meg kell sütnünk, és a krumplit is, így is van. És akkor megvárjuk, amíg megsül a kaja. Így is van, nagyon jó. Mindjárt kész is vagyunk, kamerába néz. Nagyszerű. Oké, akkor ezeket szépen kidobjuk. Ez szánalmas. Na, jó, ki akkor kezdjük előről. Jó, na, mondja, hogy mikor mehet akkor a adás, vagy valami. De kérem, nem akarna... Na, úgy mindjárt jobb. De kérem, nem akarna kimenni a... Most mi van már megint? Na! Mikor mehet? Miért? Azért, mert nem tudom, nem... A kajára kíváncsiak, meg ilyenet tökre ideillek. Igen, abban a boxerban tényleg teljesen ideillik, meg minden, persze. Na, sapkát vedd le. Tessék, leveszem a sapkát. Aj, többi maradhat. Gondoltam, hogy a többi ruhám rajta maradt, nem úgy, mint egyeseken. Na, elkezdhetem végre? Elkezdhetem végre? Elég tapasztalatlan. Jó. Haj, na. Jó napot kívánok, kedves nézők! Szóval most ebben a adásban nem más tesz, mint a lazacot fogjuk megsütni, és mellé krumplit. Nos, kell hozzá egy hal, és kell hozzá krumpli. Be is rakjuk a halat a sütőbe. Mi ez a hang, nem? Ez nem tor... Tudja mit? Jó, oké, vegye fel maga. Vegye fel maga, hogyha ennyire ért hozzá. Tudja mit? Ideges vagy? Nem, parancsoljon. Itt van ez. Vegye fel maga, parancsoljon, gyerünk. Menjen, gyerünk, vegye fel maga. Csinálja, hogyha ennyire ért hozzá. Hú, és lesz, tudja mit? Én leszek az operatőr. Akkor megnézzük, hogy melyikünk fog mennyit szívni, jó? Menjen szépen, na gyerünk. Aj. Azt hiszi maga produceri tudásai jobbak? Szerintem sokkal jobbak lennének. Nem szólnék bele mindenbe, és végre tudnánk haladni, meg minden, és hú, na, jó van, szóval, 3, 2, 1, és felvétel! Nos,
Igen, ez az. Jó, gyerünk nézzen a kamerába, nagyon jó a kamerába. Üdvözlök mindenkit. Na, szóval eléggé unalmas amúgy, nem azért, de lehetne boldogabb a hangneme. Érti? Süssünk egy picit. Lehetne boldogabb, lehetne izé, ilyen süssünk egy picit, vagy valami, érti? Nem tudom, nem csak így leírja. Nagyon izé, dugulj már. Látod, ezt csinálod te is folyamatosan? Tudod mit? Oké, minden baj, csináljuk. Na, 3-2-1, előről, szedd ki a halat, gyerünk előről. Előről, fiúk, császtok. Nem, hogy köszön a nézőknek? Mi ez a hangnem? Kedves producer úr, légy szíves, normálisan köszönjön a nézőknek. Na, már megsült. Akkor szépen tegye vissza és kezdjük előről. Előről, srácok, előről, fiúk, szerkesztő, törölje, ami ideig történt. Na, nagyszerű. Szóval, Dani, hát te jobb vagy már most. Na, hát köszönöm. Jó, Istenem. Na, szóval előről kérem szedje ki a kaját, meg ilyeneket, szedje már ki a kaját, na, gyerünk, szóval, nézzen a kamerába, egy operatőr véleménye senkit nem érdekel, de hogy nem. Na, szóval, nézzen a kamerába, és akkor 3, 2, 1, és felvétel, forog minden, nos, sziasztok, na, oké, nagyszerű, de amúgy nem azért, de mindegy, sütünk, hát ez eléggé gyér volt, nem tudom, kicsikét jobban kéne, tehát nem csak ennyit, hogy sütünk, de mindegy. Jó, oké, na, szóval, így is van, mosolyogjon kérem, hal meg kenyér, wow, és miért hármat süt? Nem tudom, hogy mi van, de oké, jó. Fincsi, mi? Hát hal meg kenyér is simán. Nem tudom, inkább a sült krumpli illik szerintem a hal mellé, vagy citrom, vagy nem tudom, de mindegy. Jó van, oké, jó, gyerünk, süsse. Nagyon jó, meg is van maga a producer. Igen, én mondom azt, hogy mit csinál, szóval gyerünk. Csináljad, jól van. Gyerünk, de hol van a... Ja, hogy a kenyeret nem is kell megsütni, jó van, mindegy. Na, oké, kész a hal, de miért hármat csinál? Egy kéne, hogy legyen. Nagyszerű, úgy van, a kenyeret is ki kell dobni. Hát, papírt, miért dob papírt? Jaj, szalvéta, értem. Tessék, szalvéta, jól van. Hát, oké, mindegy, megtartjuk, jó lesz, ki szétvágja szépen a izénk, jó étvágy a hard. Jó van, még beszélni se tud annyira, na mindegy. Jó van, szerkesztő úr, megfelel? Egynek, nem tudom, majd összetudja ezt úgy vágni, hogy legyen belőle valami, vagy nem tudom. Esetleg. Tökéletes volt. Nagyszerű, oké, hát akkor jó lett. Jó lett, nagyon jó. Na, ennyi. Király, mármint a rendezés. Ja, hogy a én munkám tetszett önnek? Na, király. Oké, a sütés nem. Szegény, de nem már. Most mindenki szígye őt, de nem már. Eskü már én sem, nem. Dani, kirúglak. Hát nem azért mondom, de pillanatban most én vagyok a producer, tehát hogy cseréltünk, te is tudod. Szóval ez így nem megy. Hát, vagy ez nem így megy, de hát cseréltünk. Te vagy kirúgva. Hát oké, tudjátok, hogy szavazzuk meg, jó? Szerkesztő és operatőr úr, te vagy. Ja? Most ez ki mondja kinek, vagy nem tudom. Szerkesztő operatőr, beszéljük meg szerintem ezt közösen, vagy nem tudom, vagy mindenki, jó? Mindenki szavazzon akkor, hogy ki legyen kirúgva. De amúgy nem tudom igazából felem, csináljátok ti is, rúgjuk ki Danit. Hát figyeljetek, hogy ti nagyon izé... Nem. Ennyi! Ellenet szavaztak, haha. Istenem. Na jó, amúgy nem tudom, viccelnek. Igen, persze viccelnek, hogyne. Tudod, irónia. Jó, szerkesztő úr, mi legyen? Ő vagy én? Esetleg, nem éppen. Mehetsz. Szegény. Szegény, de komolyan viccelsz. Tudjátok, mint ezt beszéltek meg ti ketten, én addig kimegyek, jó? Nem tudom, nem akarok izélni. Itt dolgozok 6 napja. Hát mondjuk nem azért mondom, de az nem túl sok idő, vagy nem tudom. Na, mint nem bírok bemenni az étterembe, vagy a izébe. Jó, hát figyeljetek, igazából én felem maradhat ő, tehát én nem tudom, nem izé. Dani, te fel vagy véve a helyére. Ó, király, köszi. Oké, szegény. Igazságos. Hát jó, ő lelép. Hát oké, srácok, vezetünk úgy tűnik egy műsort. Köszönöm a bizalmat, srácok, nem tudom. Figyelj, szerk, producer úr, figyelj. Szükségem van igazából egy segítőre, meg egy háttér statisztikára, vagy statisztára. Szóval felajánlom, hogy nem tudom, lehetsz úgymond a segédem, és akkor csináljuk közösen, jó? Esetleg, Na, csináljunk közösen egy iszét. Közösen csináljuk, és akkor ketten producerezünk. Meg ilyenek, jó? Oké, na, jó, rendben van, na ennyi. Király, jó, legalább nincsen kirúgva. Jó, akkor ketten fogjuk fel, és akkor keresünk valakit a helyére. Azt ennyi, írjátok le, hogy a srácok a kommentben, aki esetleg szeretné a helyére jönni. Na, csak meg tudok beszélni a videó végére. Na, szóval srácok, köszönöm szépen, hogy tudtok volna ebben a videóban. Szerintem tök király lettem úgy, hogy tetszett nektek is, hogy dobjátok egy lájkot, érdeztek fel a csatornámra. És találkozunk legközelebb, én Dani voltam, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, hogy megöltöttél. Sziasztok!